valami baj van? Vadászat folyik. Semmi empátia nincs magában. Menjen innen! Én meg ezt a stílus nem bírom, jó? Fickó Katalin vagyok, és köszöntelek Szeretetkert mobil applikációs programunkban. Mi az? Várjunk már, ez egy teszt. Ez? Hogyan? Igen, de a teszt letöltése után jön a lényeg. Milyen tükröt tartok egymásnak? Az, nézze, így működik. Többek között sor kerül a konfliktus kezelésre, a szeretet nyelvekre. Milyen az intimitás köztetek? Mennyire vagytok szabadok a kapcsolatban? Milyen a szexualitás? Hol húzzátok meg a határokat? És milyen jövő vár a párkapcsolatotokra? Vajon milyen a kommunikáció köztetek? Építő vagy romboló módon kommunikáltok egymással? Hogyan osztottátok fel a szerepeket, és ezzel vajon mennyire vagytok elégedettek? A történetet képzeletünk szülte. A szereplőkkel, a cselekménnyel történő bármilyen hasonlóság csupán véletlen egybeesés. A folytatást nézőink fantáziájára bízzuk. De egy biztos, a Szeretetkert applikáció segít a közelség, az intimitás kialakításában, megőrzésében és a konfliktusok kezelésében. Tarts velünk a programban, kezedben a párkapcsolatod. Nem mondtad az izét. Hogy egyedül van? Vagy valaki van? Van még itt valaki? Igen. Igen, mert nem hallom a szart. Kupogjatok újra! Van még itt valaki? Nem, dehogy. Nekem nem, valamit kellett mondanom. Mi hívó szó. Párkapcsolati kurzuson vagyok. Úgy lenne magában empátia maga vadász, ugye? Ebben most beleakadtam itt a végén. De egyébként nem jó volt. Szeretném ezt végighallani. A hatóságnak bejelentett, hivatalos vadászat folytak erdőben. Hogy... Az első feleségemre, a második feleségemre, vagy az élettársamra gondol? Nincs elég baj a szerencsétlen nőnek, az meg. Egy másik pszichopatát sikerült ide maga mellé venni. Még egy? B.